Ülésezett a Hungarikum Bizottság, legutóbb Kisvárdán. Itt döntöttek az előterjesztett hungarikumok sorsáról, végül a törlei pezsgő, a cimbalom, a piros arany és az erős pista, valamint a kaptárkövek és bükkaljai kőkultúra került fel a listára, ami így már összesen 60 tételből áll. A gyűjtés célja, hogy a magyarság csúcs teljesítményeit megbecsüljék, kiemeljék és védelemben részesítsék, közölte a bizottság elnöke. Nem csak a hungarikumok listája, a magyar értéktár is bővült. A magyar értéktárba jó néhány tétel került, a tiszai halászi, amit már említettem, az egri bikavér, a magyar pásztor és vadászkutya fajták, ez tényleg csak a miénk, senkinek nincsenek ilyen értékes haszonállatai, a mihakópéle ortobágyi pásztorkalap, amit a csikósok, gulyások viseletéből mindenki ismer, a mireli termékeket vagy a tiszavirágzást sem kell bemutatnom, mind a kettő értéktárba költ, és az országos kék túra, amely érinti az alföldi területeket is szintén. Szintén egy sajátunk, a magyarságnak egy rendkívüli értéke, amelyben közel 100 év természetjárása, természetjáró munkája összpontosul. És a sor végére tettem a dobostól, tehát azt hiszem, azt senkinek sem kell bemutatnom. Ezzel a döntéssel összesen 143 tételesre bővült az értéktár. A magyar értékpiramis egyik része a megyei értéktár. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében ebben már 35 tétel szerepel. A bizottság itt is egyéni javaslatok alapján dönt a listáról. Hál' Istennek folyamatosan jönnek a javaslatok. A legutóbbi értéktárbizottság ülésen például bekerült Kozma Pálnak az életműve, Farkas Bertalan életműve, Pete Ferenc életműve, a főispán és alispáni sírok, illetve például a tiszavasvári fehérszik, amelyekre nagyon büszkék vagyunk. És amellett, hogy bővül az értéktár, most egy új lehetőség is nyílik a megyei értékgyűjtő mozgalom tagjai előtt, hiszen megjelent a Hungarikum pályázat, amelynek 3 célterületére lehet pályázni. Új értéktár létrehozására, a meglévő mozgalom bővítésére, illetve az értéktárhoz kapcsolódó megyei vetélkedő kialakítására szól a felhívás. Utóbbira a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat is pályázott.